Pista, és ez nem udvariatlanság, ő András, de éppen azért, hogy bemutassuk. 16 éves korodban milyen messze voltál a sportriporterkedéstől? Azt mondja, hogy 16 éves koromban, hát majd akkor dőlt össze a világ, ugye, mert akkor volt a mexikói foci VB, ahol kikaptunk egy 6-ossal az oroszoktól, vagy szovjetektől akkor még. Szovjetektől, bocs, igen. És hát a teljes döbbenet volt, otthon néztük a meccset. Hát most a 86-os évről beszélek, de abból ez volt a legjelentősebb. És hát ott hallottam magán az egyébként akkor már nem annyira fiatal, és a csapaton rengeteget váró Vitrain azt a hatalmas csalódottságot, igen, ami azon a mérkőzésen volt, ahol belekapaszkodott még abba is, hogy jogos volt-e a 11-es, vagy nem volt jogos, amit aztán fölé rúgtak az oroszok, igen, meg ott ellökték Dajkát az egyik gólnál, és ott érződött, hogy bármennyire is profi riporter, de ő is mérhetetlenül csalódott. De magyarán ma már egy hetest is megmagyarázunk, ott meg már a negyediket, ötödiket, hatodikat se lehetett. Hát és ott volt az szerintem, hogy bár ugye az a dolga, hogy csinálja, hogy legszebben az első fél óta ott hagyta volna az egészet. Mint ahogy én magam is a nézését, csak igen, én még 3-0-nál is azt hittem, hogy hát azért második fél időben majd kiegyenlítünk, uh-huh, vagy legalábbis szépítünk, uh-huh, úgyhogy, uh-huh, úgyhogy ez... No, hát akkor te még ugye akkor csak néző. Viszont azt nem gondoltam, hogy az volt az utolsó világbajnoksága, ahol én látom a magyar válogatottat. Független attól, hogy most riporter vagy nem, de hogy utána azt az élményt, hogy ott vagyunk a VB-n, azt soha nem fogom átélni, azt nem gondoltam volna. De azt sem, hogy fogsz közvetíteni világbajnokságot. Hát az igen, de most már nem is tudom, hogy melyik lesz a... Tehát azt, hogy én előbb közvetítek világbajnokságról meccset, bármilyen labdarúgó világbajnokságról, bármelyikről, mint sem a magyar válogatott kijut, hát ha ezt akkor megteszem valami fogadóirodán, ha lett volna akkor fogadóiroda, akkor azt hiszem, hogy ma lenne egy saját tévén. Tehát. Ő 20 évesen mutatkozhatott be a magyar televízióba egy adásba, most kicsit fiatalabban tegye ezt meg két mondatban. Én Boros András vagyok, 16 éves, és a Komlósi Oktatási Ezt ne reklámozzuk azért így, szörmentén igen, a Pista is mesélte, de igen. Szóval egy riporteriskolában jár. Riporteriskola hallgatója vagyok, és a Gábor révén lehetek most itt. Na akkor inkább kérdezzen, abban jobb. Én arra lennék kíváncsi, hogy te hogy tudtad azt megkülönböztetni, hogy amikor elindultál felfelé a pályán, hogy egy szurkolóból riporter legyél? Jó. A kérdés jó, megdicsérve a kérdezőt, mert hazudik, aki azt mondja, hogy a sportban nem úgy szereted vele, hogy valami megfogta, vagy egy sportág, vagy maga a hangulat, vagy az, hogy valakinek drukkolhat. Egész egyszerűen ennek egyetlen egy apró magyarázata lehet, amit kívánok, hogy te is élj át, hogy előtted van egy mikrofon, és rajtad egy fülhallgató. Egész egyszerűen más ember vagy. Mert tudod, hogy te most már nem magadnak vagy a barátaidnak beszélsz, hanem azoknak, akik ezt hallgatják, bármennyien is legyenek. Ez persze bizonyos gátlásokat is felszabadít, tehát előfordulhat, hogy te nem mered megszólítani Egerszegi Krisztinát, aki akkor már nem tudom hányszoros olimpiai bajnok, de ha a kezedben van a mikrofon, akkor nem te mész oda megszólítani Krisztina, hanem képviseled azt, aki oda küldött a saját cégedet, meg hát persze nyilván saját magadat is, és ez azért jó dolog. Uh-huh. Te mikor mertél úgy oda menni, hogy ha voltak gátlásait, hogy teljesen levetkőzöm mindent? Hát ezt nem tudom, mert ugye nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy most egyáltalán ezeket az embereket én tegezzem, vagy magázzam. Igen. Tehát ugye, ha van egy futballista, aki majdnem olyan idős, mint én, de életemben nem találkoztam vele. Ugye a futballöltözőben senki nem magáz, mármint az azonos korúak egymást. De ugye oda menni, hello, figyelj, jól leszel a Fradi ellen? Hát ezt meg azért mégse. Úgyhogy kellett, és az udvariasság az bejött, mert egy fél év után azt mondta egy Garami József, aki akkor is idősebb volt, mint én. Meg nem mondott. De hogy figyelj ide, hát tegeződjünk inkább. És akkor tegeződtünk, de ettől függetlenül egy riportban nem mertem ki azt mondani. Józsi, hát miért 3 védőt küldtél föl a pályára 4 helyet? És ezt a mai napig sem teszem. De egyébként meg nagyon sok esetben furcsa lenne a magázódás, főleg ha a riport talán meg letegez. Hát ilyenkor legfeljebb mondja az ember, hogy
mi már vagyunk olyan viszonyban. Én azzal léptem be, hogy Magyar Zoltánt a tornász olimpiai bajnokot tegeztem, és ezt nagyon büszkén vállalni akartam, és nem tudtam eldönteni, hogy az legyen a nyitó kérdés, hogy hogy vagy, vagy az legyen a nyitó beköszönés, hogy milyen jól nézel ki. És úgy kezdtem, hogy hogy nézel ki, kérdeztem. Nem szeretett, úgy tűnt. Na nézzünk egy ilyen hangulati elemet. Szerintem sportriporterként ezt nem így kellene fölkonferálni, hanem azt, hogy ZTL Manchester United 2002, és itt a, én azt mondom, hogy ennek a kis etűdnek az a címe, hogy Koplárovics Béla. Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabad rúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. Három perc hosszabbítás lesz. El is indult most az a három perc. Szamosi kér keresztlabdát. Szamosi! Szamosi! Be kéne adni jól! Ott a helyzet! Gól! Koplárovics! 1-0 a 91. percben! Többet, mint feltámadás! Hogy ne kéne? Most kellene fújni! Csodálatos! Csodálatos! Neville elszámolja magát, Neville a szél is becsapja. Úgy tűnik hosszú labda, nem, de nem! Szamosi élesen középre. Koplárovics pedig érkezik Sylvesterrel egyetemben. A lassítást meg kell nézni, hogy ő rúgta a gólt, vagy öngól volt, de nem, azt hiszem ez Koplárovics találata. Olyan mindegy, 1-0 ide. Kicsit te általad is lett sztár, de arra nem emlékeztem, hogy így elvékonyodott a hangod. Molnár Ildikó nem ezt tanította. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy ugye itt két dolog jelent meg, most, ha így szigorúan szakmai szemmel nézem, egy nagyon jó, meg egy kevésbé. Ugye az, hogy valaki így kiabáljon, az nem normális. Maga az élethelyzet, sem volt normális. Tehát az, hogy egy Zalaegerszeg, amelyik soha nem volt még magyar bajnok se, az első ilyen komolyabb meccsén, miután már 30 perce nem is járt azon a térfélen, rúg egy gólt a Manchester Unitednek, és ezzel megveri, hát ez elképesztő volt. De egyébként kontroll alatt kellett volna tartani a hangot attól függetlenül, hogy ott melletted mennyien üvöltenek. Az viszont, hogy még erre is számítva maga a riporter otthon megnézte, hogy ez a Koplárovics mikor rúgott legutóbb gólt, mert ezt az NB2-ből igazolták, és hogy ez egyáltalán kicsoda, ez megérdem, mert erre is fel, tehát amire nem lehet felkészülni, hogy majd a Koplárovics gólt rúg a Manchesternek, arra is fölkészült ez az ipse itt, akit most hallottunk, és ez elégedettséggel tölti el, amikor így hallgatom. A legfontosabb meg az, hogy nem azt mondtam, hogy ez Urbárukta volt, hanem Koplárovics, tehát a góllövőt azt el kell találni. Na és a helyzet az mindent felülír, hát azért Faragó Ricsi futballikred, az ominózus, ugye, amikor még tovább jutottunk azon a Helsinki mérkőzésen, Finnek ellen, hát ott hogy sivítozott. Tényleg Ricsivel abszolút, futballikrek volt az a vers, hogy az hogy volt, hogy Ricsi touchdown ordibál, Pista gólnál kornyikál, speaker iker. Egy darabig abszolút párhuzamosan mentetek, beleértve az MTV-től való kényszerű távozást is. Sőt, aztán még a visszatérésünk is. A visszatérés is, igen. Abszolút együtt voltatok. És igazából 2000-ig mi párhuzamosan együtt dolgoztunk, nagyon-nagyon sokat voltunk együtt, már a munkában is, és 2000-től változott meg ez úgy, hogy onnantól kezdve meg mindig akkor ment egyikünk egy másik tévéhez, amikor azonnan eljött, vagy éppen nem ott dolgozott. Tehát igazából utána mi az aténi olimpián voltunk együtt, meg Londonban, én már rádiósként, ő televíziósként, de egy munkahelyen, vagy egy közös munkát mi nem végeztünk. És a FIFA játék? Hát a FIFA játék az nem televízió, persze. Ugye? Az tart, hogy ne. Hát az egy... Meg hát a barátság is ettől. Így van, így van, csak a fizikai kapcsolattartás az jóval kevesebb, mert ő is bemegy reggel, én is bemegyek a munkahelyemre, vagy éppen nem megyek be, hanem helyszínen vagyok, vagy ő van,
ő nagyon sokat dolgozik, ugye általában éjszaka, amikor amerikai futball van, akkor ő vele nappal nem nagyon lehet kommunikálni, mert alszik, amire ő fölébred, addigra én megyek. Tehát magyarul a napi kapcsolat találkozás szintjén az nincs, meg telefon szintjén viszont mindenképpen. Ezt most úgy mondod, ezt a telefon, mint hogyha nem te lettél volna az, meg Ricsi, aki 10 évig tagadta a mobilt, és nem használtátok. Én változatlan azt mondom, hogy a mobiltelefon nélkül le lehet élni egy életet. Tehát ugye nekem azt mondták mindig, hogy azért kell a mobil, hogy utol lehessen téged érni. Most a sporttelevíziónál 3 olyan eset volt, amikor minden mobilos ki volt kapcsolva, engem fölhívtak otthon, fölvettem és beugrottam valaki helyett, aki megbetegedett, elkésett. Amilyen jó. Tehát igazából ez nem igaz. Én akkor szoktam rá a mobilra, amikor megszületett a fiam, mert akkor viszont a lakástelefonra állandóan föl, tehát délután fölébredt, amikor aludt este, tehát akkor egyszerűen azt nem lehetett úgy lehalkítani, hogy hald is, de ő ne keljen föl, plusz automatikusan mindenki a mobilt hívta. Tehát akkor a Viasat adott egy mobiltelefont a közvetítésekre, amit tehát én a közvetítés után ki is kapcsoltam. De hát utána már ők se tudtak elérni, úgyhogy mondták, hogy inkább maradjon nálad, csak legyen bekapcsolva. És onnantól kezdve már én is mobilozom. András, azt nyilván ezerszer hallott azt a sztorit, hogy megírták, iskolában elmesélték, hogy hogy lett Hajdú B. De azt tudja, hogy például a fiát meg azóta van egy lánya is. Az Hajdú B és a keresztnév, vagy akkor ezzel mi van? Jó kérdés. Nem, hát nekem az anyakönyvezett nevem az Hajdú István. Most valami hihetetlen tortúrával a névváltoztatási kérelme, az édesapám is Hajdú István volt, és állandóan minket, aztán a hivatalos szervek állandóan összekevertek. Úgyhogy én most már hivatalosan is hosszú úval írom a nevem, az apukám az rövid úval írta. De a fiamat például már, noha még rövidús volt a nevem, hosszúval anyakönyvezték, a lányomat meg rövidúval. És akkor azt mondtuk, hogy a Hajduk között tegyünk rendet. Ez pár ezer forintomba került, meg nem tudom, kis kevés utánjárásba, hogy most már valamennyi Hajdú hosszúval Hajdú. Na és akkor Hajdú B. A B pedig csak a televízióban jelenik meg, azt annak idején, ha az első riportomat megtalálnánk a Telesportban, ott még Hajdú István volt kiírva. Ettől aztán a Debreceni Városi Televízió egyik illusztris főnöke írt is egy levelet Palik Lászlónak, aki akkor a osztályvezető helyettes volt, hogy valamit kezdjünk. És akkor beszéltem Hajdú Istvánnal, és mondta, hogy hát azért valahogy meg kéne különböztetni minket, mert ő is szokott a Magyar TV-ben, még a sportosztályra is anyagokat készíteni, úgyhogy így aztán beraktam egy B betűt. És ha a gyerek büszke lesz az apjára, és szeretne ő is Hajdú B lenni? Hát... Ne amiatt legyen büszke, hogy én nevemben van egy B betű. De egyébként hozzáteszem, akik engem ismertek, nagyon sokszor a gyereket az óvodában, az iskolában Hajdú B Balázsnak hívták. Holott ő nem Hajdú B Balázs, hanem Hajdú Balázs. A második keresztneve mi? Nincs második keresztneve. Nincsen? Ja, már azt hittem, hogy az benne a csel, hogy akkor ő lehet Hajdú B János, Hajdú B István, bármi. Nem, hát itt legfeljebb annyi, amit lehet, hogy még oldottabb legyen most a hangulat. Ugye nagyon sokan az édesanyjuk lánykori nevét vették. Főleg a Gundel Takács Gábor is Takács Gáborból jött. És az én anyukám Nyalka Márta. Tehát az, hogy Nyalka Hajdú István, ezt egy kicsit túlzásnak éreztem volna, hogy így valaki berobbanjon a köztudatba, úgyhogy inkább beraktam egy B betűt, ami lehetett volna K és az elejére, tehát bármi. Persze. A családodról azért kevesebbet tudnak, mint a átlagos magyar sztárokról. Nem gondolnám, egyrészt nem gondolnám, hogy én sztár lennék, tehát a szónak abban az értelmében. Abban, hogy szerepelt, hogy ismertebb vagyok, mint hogyha valaki kimegy most ide a stúdió elé és körbenéz. De én azt nem gondolom, hogy az különösebben másra tartozik, hogy most az én gyerekem az megtanult-e úszni, vagy nem tanult meg, illetve hogy betörtek-e hozzánk, vagy nem törtek be. Hárítod? Hogy mondjam, nem is nagyon keresnek. Tehát igazából, hát régebben se volt, tehát volt olyan elképzés, akkor ma kijövünk, és lefotózzuk ezt is, és akkor majd úgy odaszalad a gyerek, és ezért nincs vett egy kutya, mert az is jó lenne. Mondom, nincsen, nem is kérek kölcsön, tehát semmi ilyen nem lesz. És mivel alapvetően én általában csak a sportról nyilvánulok meg, tehát ha engem valahon, bárhonnan fölhívnak, hogy mi a véleményem a Pintér Attila válogatottjáról, legyen az kicsi rádió, kicsi tévé, vagy kicsi újság, vagy nagy rádió, nagy tévé, nagy újság, én azt elmondom. De azt tudják, hogy én azt úgyse fogom elmondani, hogy környezet ismeretből ma hányast kapott a gyerek, és hogy miért írta be azt,
amit beírtam, nem tudom én, a nyelvtan dolgozatába. Úgyhogy, és mivel nem is látnak annyiszor most már, én nem is hiszem, hogy a bulvár magazinokban különösebb igény lenne erre. Ami egyébként abból a szempontból nem jó, magamnak ellentmondva, mert nyilván, ha többet forog az ember arca, akkor az ázsiója is növekszik, és mondjuk egy rendezvényre el tud menni több pénzért, most nagyon púriasan fogalmazva. De ezt mondjuk ki, hát illetve, mindegyen abból. Illetve én annak idején az egyik kereskedelmi csatornán, amikor a Bajnokok Ligája volt, akkor nézték valamennyien is. Kérdezték, hogy hogyan lehet növelni a nézettséget, és én mondtam, figyeljetek, itt most már a foci nézőket, tehát azok már nem fogják többen nézni, mert már mindenki nézi. A Manchester United meg a Barcelona az ugyanolyan márkás név volt 5 évvel, meg lesz 5 év múlva is. Nyilván, ha a riporterről leírod, hogy beleszeretett az egyik sorozatszínésznőbe és ott hagyta a családját, még ha nem is igaz, az 2-3%-os nézettségemelést jelent. Vagy ha egyáltalán úgy forog a név ezzel kapcsolatban, tehát ha generálsz híreket magad körül, még ha azok nem valósak, vagy egyáltalán nem érdekesek, akkor előbb-utóbb azt mondják, hogy hát most már kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt. Ha már népszerűség, akkor lehet, hogy te az előbb említett FIFA játék révén már többen ismernek téged, mint mondjuk az Eurosport szakkommentátoraként? Hát a FIFA játék az azért érdekes, mert én nem gondoltam volna, hogy ennyien játszanak ilyen elektronikus játékot. Nagyon sokan, tehát most ugye fölidézhettük ezt a Koplárovics Béla féle közvetítést, de például te akkor voltál 2 éves? 4. 4. Hát nem valószínű, hogy a füledbe cseng mind a mai napig, ahogy akkor láttad 4 évesen. Ebből a játékból viszont a két hang az markánsan kijön, ugye a Ricsi is, meg az enyém is. Ettől függetlenül itt is vannak óriási tévedések, tehát van, hogy megállítanak az utcán, és emberek azt hiszik, hogy én látom, hogy ők hogyan játszanak, de halálkom olyan, látom, hogy ők hogyan játszanak, és azt közvetítem. Tehát ezen a tévén van egy nagyon jó technikai műsor, pont ilyenekről szól meg, de hogy ezt még nem kérdezték meg. Mert ugye arról van szó, hogy fölmondunk egy szöveg sablont, hol sablont, hol igyekszünk a sablont elkerülve ezt minél színesebben megtenni, és amikor valamilyen játék szituáció adódik, akkor a gép nagyon okosan odavágja a megfelelőt. Jó esetben a megfelelőt, rossz esetben nem a megfelelőt. De hogy valaki azt gondolja, hogy én este 10-kor 200 000 tévét nézek, vagy mondjuk 20 000-et, amennyien játszanak általában, és mindegyikre azt mondom, hogy nem tudom, Ronaldinho, ahogy de szépen lőtt, ez nagyon mellé ment, és akkor volt olyan, hogy ember az utcán megszólított, és azt mondta, hogy ne haragudj, tegnap este játszottam a haverommal, ennyivel mellé lőttem, de meg azt mondta, mint hogyha két kaput egymás mellé raktak. Hát én meg azt mondtam, bocs, én rosszul láttam. Hát most mit mondjak erre? Kezdjem el mindenkinek magyarázni, hogy ember, hát ez nem úgy van. De jó. Pedig ez úgy megy, mint ahogy a metróban, vagy még jobb, talán a pályaudvarokon. Igen, hogy ugye ez nyilván 21-30, ez egy blokk, Máté Szalka egy blokk, hát ez tulajdonképpen, ha nagyon belegondolunk, ez egy fordított közvetítés. Mert a közvetítésnél látod, ami történik, és reagálsz, itt pedig játékszituációkban reagálsz, és ha majd azt látja valaki, vagy játsza, akkor az okos masina adja az ég, a jót vágja oda. Lesz ebből újabb játék, újabb férjem? Általában úgy van, hogy minden évben bővül valamelyest. Van olyan, hogy valamilyen szöveget, vagy valamilyen játékhelyzetet elmondunk, és nem abban az évben jelenik meg, hanem kicsit később. Az első évben, azt tudom, akkor ami 13 000 hangmintát kellett leadni. Mennyit? Brutális. 13 000 nevű. És ugye annyiban mindig változnia kell a játéknak, hogy vannak olyan futballisták, akik már visszavonultak, és föltűntek új sztárok. Tehát most biztos vagyok benne, hogy idén a Neymart minden játékhelyzetben el kell mondani, mert a Neymar nevet én még ki nem ejtettem a számon a FIFA játékban, és az meg aztán külön érdekes, mikor mondjuk egy fal előtt ül az ember, és kap egy 200 fős játékos listát, és különböző hangintenzitással el kell mondani, hogy Neymar, Neymar, Neymar! És akkor így még... Úgyhogy... Váltsunk akkor, nem már. Vízilabda, mert az, hogy a focihoz értesz, ez rendben. De azt például, hogy az Istenbe tanulja meg az ember, az 80%-át egy ilyen őrült sportág nem lehet látni. Hát őszintén szóval, ugye én soha életemben nem vízilabdáztam. Tehát mikor láttál vízilabda meccset élőben először? Hát azt meg nem tudom mondani, 10 éves koromban. Tehát azért már láttál szurkolóként, diákként, kint voltál. Na jó, mondjuk hozzáteszem, hogy amikor 80-as években a vízilabda szabályai, meg a jelenlegi vízilabda szabályok között azért óriási eltérés. Hát hetente jelentős eltérések vannak ebben a sportágban. Most a vízilabdát közvetíteni azért
könnyebb, mert a csapatsportok közül a leglassabb játék. Tehát akárhogy nézzük, az a hat ember ott úszik, de az nem tud úgy cikázni, mint egy jégkorongozó, vagy ugranak be a padról. Tehát magyarul, ha ott nagyjából kiszúrja az ember, hogy ki kicsoda, az jó eséllyel a perifériáján belül ott marad. Ugyanakkor meg, ami még ebből a szempontból nekem jól jött, hogy amikor én igazán elkezdtem vízilabdát közvetíteni, akkor kezdődött a kemény korszak, ami a magyar vízilabda egy páratlan sikertörténete. És én két olyan mérkőzést is elkaptam, az egyik minden idők egyik legszínvonalasabb meccse a firenzei Európa-bajnokság döntője, ami 15-12-re megnyert a magyar csapat, ez 99-ben volt. A másik az aténi olimpia, ahol az aranycsapat legjobb formájában minden idők legnehezebb olimpiáján, hiszen a későbbi ezüst és bronzérmest is kétszer meg kellett verni az, hogy aranyérmesek legyünk. Vert helyzetből utolsó negyedben fordítva sikerült győzni. Vissza szoktad nézni? Nem. Nem szoktam visszanézni. Akkor se, ha legközelebb közvetítesz egy újabb 2005-ben, magyar szervet? 2005-ben a világbajnokság Montrealban volt, és akkor magyar szerb döntő volt, és akkor ez a két csapat annyira jó volt, hogy az utazás előtt borítékolható volt, hogyha van tömegkatasztrófa, nem történik, nem borul nagyon a papírforma, akkor magyar szerb lesz. És akkor megnéztem, és kiedzeteltem saját magam, és hát az meg egy olyan magyar szerb meccs volt, amit ugyanúgy egy gólos meccs volt, csak ezt épp elvesztettük. Na, akkor nézzük egy kicsit vissza. Benedek, nem csak a fizikailag, hanem a lelkileg legerősebb embereink vannak most bent. Steinmetz Ádámról kiállítanak. Kemény Dénes még most nem kér időt. Azt későbbre tartogatja, hiszen még mindig van 2,5 perc. Benedek, nem csak nála a labda, hanem kiabálja a figura számát is. Biros, szólj hozzá, Peti, te is a meccshez érdemben. Fodor. Át a túloldalra, Benedek. Kásás, Kis Gergely, gól! A negyedik gólja! Van egy támadásnyi idejük. Šefik, Ikodinovics kéri tisztán. Kásás érkezik, most aztán ki kell védekezni. Döntetlennél hosszabbítás lenne, de döntetlenre most ne gondoljunk. Vajon a játékvezetők fejében mi jár? Vajon ítélnek-e még kiállítást? Ikodinovics, a szervek minden esetre időt már nem kérhetnek, az biztos. Vujasinovicsé a labda, és kiállítást adnak. Kiállítást adnak, megadják a szerb csapatnak az esélyt Varga kiállításával, hogy kiegyenlítsen. Vujasinovics, de vajon adunk-e mi esélyt nekik? Már csak 7 másodperc, Šapić kezén a labda. Šapić fölnéz az órára. 3 másodperc, 2 szöglet, még van egy szöglet, de letelt közben az idő. Šapić azt hitte, hogy még időt kérhetnek, tanácstalan volt. Kemény Dénes szinte már a vízben, onnan instruál, be fogunk ugrani a végén, mindenki, aki magyar, be középre, és megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét, mert egyszer vezet csupán a meccsen a legvégén. Hát, kedves nézők! Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. Hát ezen el lehet. De ezen is. Én mégse ezt a mondatot... Na, mondjad, mert nagyon akartam. Nem, figyelek. Nem, csak azt akartam, hogy mégsem ezt a mondatot lopnám, hanem ezt a Birosnak mondtad, hogy szólj hozzá te is érdemben, Peti, vagy valami ilyesmit. Hát mi is a kedves nézőknek ezt üzenjük, mert te voltál az az áldozat, akitől még, vagy az a szerencsés, akitől telefonon még nem kérdezhettek, de az is lesz. Meg volt ennek a műsornak egy elvetélt címe, vagy legalábbis elvetettük, azt mondtuk, hogy a 12. játékos. Ezt ugye tudjuk, hogy kire mondták, nem akarom vizsgáztatni a fiatalembert, ezért tőled kérdezem a másik fiatalembert. Szepesi Györgyre. Bizony az aranycsapatnál. Csak annyit, hogy te érezted itt, magyar futballválogatottnál nem merem megkérdezni, hogy te a tizenvalahányadik játékos vagy? Igen, tehát ahogyan 86-ról beszéltünk, hogy azóta a labdarúgásban már annak is örülnünk kellett, ha Koplárovics rúgott egy gólt, és a visszavágó agyonverték az Alaegerszeget, és kiesett az ETE. A vízilabda megadta a sikerélményt magának a riporternek. Ugye, ha visszagondolunk, az összes klasszikusnak tartott magyar közvetítés rádióban, tévében, az mindig valamilyen győzelemről szól. Dömötör lőj, gyere kicsi lány, úsz. Ha nem lövi be a dömötör, nem úszik a kicsi lány, és ha itt kiegyenlítenek a végén, akkor senki nem emlegetni. Valószínűleg ezek a mondatok se hangzanak el.
De igen, az ember, ha valakivel vagy valakikkel sokat van együtt, és ez egy olyan olimpia volt, ahol előtte Los Angelesben a világligán két hetet majdnem együtt töltöttem a csapattal, akkor úgy érzi, hogy egy picit ez a győzelem az övé is. Tehát ami nekem, vagy a kisgyereknek, aki álmodott, mert nem arról álmodtam, hogy riporter leszek, hanem arról, hogy olimpiai bajnok, sosem adatott meg, arra itt azt hitte az ember, hogy na ez igen. Egyébként hihetetlenül nyugodt voltam végig a meccs folyamán, mert tudtam, hogy meg fogjuk fordítani. Maguk a játékosok természetesen nem, és a szakértelmemet bizonyítja, hogy utána én elmondtam azt, hogy én abban biztos voltam, hogy a végén lőünk 3 gólt, de abban nem, hogy nem kapunk. A játékosok meg azt mondták, biztosak voltak benne, hogy nem kapunk, de abban nem, hogy lőünk 3-at. És figyelték, milyen profi, amikor már látta, hogy mutatom a T-betűt, már hogy lejárt az adásidőnk, akkor elkezdett gyorsabban beszélni, de ugyanilyen szépen artikulált, és mindent lehetett érteni. Én most már nem tudom egy mondattal azt befejezni és elmondani, hogy és ezeknek a nagy mondatoknak az alkotói, valakik ezeket mondták, velük folytatódik majd hétről hétre a sportpálya itt a Fix TV-n. Köszönjük, hogy velünk voltak. A műsor média partnere a Komlósi Oktatási Stúdió.